futással és akadályversennyel indult a nap a triatlon táborban pénteken. A 6 éve alakult Alba Triatlon Ese immár hagyományosan idén is megrendezte napközis táborát, amelynek célja, hogy minél több gyermekkel megszerettessék a mozgást és a későbbiekben a csapat tagjává váljanak. András már 4 éve triatlonozik rendszeresen, így ezt a tábort sem hagyhatta ki. Mint mondja, a társaság is jó, emellett számos élménnyel is gazdagodott ez idő alatt. Ijászat, lövészet, tegnap például elmentünk Pákozdra katonai emlékparkba biciklivel meg vissza, fagyizás is volt, nekem az ijászat tetszett ezekből így a legjobban. Ezekre a programokra pedig szükség is van az 1 hét alatt, éppen ezért a pihenésre, kikapcsolódásra egyaránt nagy figyelmet fordítanak a szervezők a napirend összeállításánál. Nagy a lelkesedés, tehát bírják, lehet őket terhelni, viszont kellenek a táborba olyan elemek, amikor ők pihennek. Tehát olyanok, amikor szabadjáték van, vagy egy picit így eltereljük a gondolataikat, és nem az edzésen van a hangsúly. Tehát itt nem edzőtábor jellegű ez a tábor, hanem inkább az a célunk, hogy ők motiváltak legyenek, és utána kedvet kapjanak ahhoz, hogy tovább folytassák a triatlont. A segédedző elmondta, minden napot futással kezdtek, ezt követte a délután folyamán a biciklizés, az úszóedzésnél pedig a csitári úszoda biztosította a helyszínt. A táborban 8-tól 12 éves korig várták a gyermekeket, azonban vannak idősebb, tehetséges sportolók, akik nem táborozhattak, az ő edzésük is biztosított a nyár folyamán. Most már vannak nagyobb tehetséges sportolóink, akik aktívan részt vesznek a versenyszezonban, a versenyeken, és a nyári tábortól függetlenül zajlanak nekik külön az edzések. A 2 turnusban megrendezett tábor mindegyike maximális létszámmal zajlott idén, mindkét héten 20-22 gyerkőc kóstolhatott bele a sport szépségeibe.